Több mint egy évvel ezelőtt lakossági megkeresést követően a körzet képviselőjének közbenjárására hiúsult meg egy garázssor építése a Bátori utcában. A terület önkormányzati tulajdonban maradt, és szabadidőpark épül rá. Én megkerestem akkor a polgármester urat, és most is, mint mindig, körültekintően is bölcsen döntött. Azt mondta, hogy nem adjuk el, nem lesz garázs, sőt, játszóteret kapnak. Ezek a munkálatok be is indultak, látványos itt a felnőtt fitness eszközök kihelyezése. Gyönyörű játszótér lesz itt, tervezés alatt van. Azt gondolom, hogy ez a játszótér országosan is egyedülálló lesz. Egy-két hónapja ismét a körzet képviselőjének közbenjárását kérték a környéken élők, ugyanis féltve az ott élők nyugalmát, nem értettek egyet a Kossár utcába tervezett 17 lakásos társasház építésével. Véleményük szerint egy maximum 12 lakásos ház új lakóinak gépjármű forgalmát bírná csak el a környék. Kérésüket nyílt levélben fogalmazták meg, melyet eljuttattak a város képviselő testületének tagjaihoz, akiket helyszíni bejárásra is hívtak. Polgármester úrral és szintetes főjegyző úrral egyeztettünk, jeleztem ezt a problémát, hogy én sem értek egyet a 17 lakásos beépítéssel. Ennek eredményeként ült össze a tervtanács, ami pozitív, hogy 17 lakás ide nem épülhet. Azt gondolom, hogy ha elengedhetetlen a társasházépítés, nagyon körültekintően, ahogy a főépítész úr ígérte, hogy átmenetet képez a családi ház és a társasház között, maximum erre a területre, de ez maximum 6-6 lakás, örülnék, hogyha inkább kevesebb. A 17 lakásos társasház tervei szerint az épület alatti mélygarázs a Bátori utcára nyílna, ami egy szervizút, sokan használják, de még járda sincs mellette. A garázsokból kibeálló autók miatt nagy lenne a forgalom, és a zöld terület is jelentősen lecsökkenne, hallhattuk a helyszíni bejáráson a lakóktól. A városvezetés nem támogatja az elképzelést, a park nagyságát nem engedik csökkenteni, hangsúlyozta Magyarné Nagy Edina.